Éló! Szevasztok, szevasztok! Volt egy ilyen kis gigszer, hogy újra kellett kezdeni az egészet. Hát ez ciki volt. Na mindegy, újra kezdtem. Most itt vagyok. Áó, csak beakadt a kezem. Na, az a helyzet, hogy miért van ilyen nagyon közel ez a zöld háttér? Hello! Esetleg, hogyha kicsit hátrébb mennétek, kedves zöld háttér testvérem, akkor azzal megkönnyítenéd ám itt a dolgokat. Csak annyira még nem akarom, hogy nagyon kilógjon a lóláb. Most fogalmam sincs, mennyire van benne. Srácok, mennyire van benne itt a háttér? Jó, én úgy látom, hogy ez így jó lesz, laza lesz. Na, sziasztok! Mi az újság, Vekker bácsi? Mi a helyzet? Itt vagyunk Efikével. Életem első... Ó, itt van újra Zina! Szevasz, köszönöm szépen, hogy itt vagy újra, és támogatod az élő adást. Na, halika, nyalika, malika, falika, itt vagyunk Efivel. Bizony, Efi. Efi, köszönj mindenkinek életed első élő adásában. Efi, ti is köszönjetek neki, így illedelmes. Ezt egy kicsit közelebb hozom a mikrofont, mert amúgy nem, messze volt köztünk. Úgy érzem, hogy kicsit eltávolodtunk egymástól a mikrofonnal. Na, mai élőadás miről fog szólni? Gondolkoztam, és arra jutottam, hogy kellene nekünk... Egy darab videó fejem volt? Nem? Kettő? Már meg ne haragudjon a jó élet. Hogy kellene nekünk XP. XP méghozzá 40 szintnyi. Azért erős 40 szintnyi XP. Na. Úgy terveztem, hogy azért ne legyen értelmetlen ez az egész dolog. Ezért arra gondoltam, hogy mit szólnátok ahhoz, de most figyeljetek, mit szólnátok ahhoz, hogyha úgy szereznénk meg ezt a 40 darab XP-t, hogy közben... Szevasz, Efi. Hogy közben bányászkodnánk. Na most a bányászkodáshoz, ugye ezzel is tudunk itt XP-t szerezni. A bányászkodáshoz első körben szeretnék én csinálni magamnak egy új kardot. Meg majdan egy jobb csákányt. Méghozzá, hogyha már itt van az a sok gyémánt, akkor ne üljünk rajta tétlenül. Csináljunk gyémántból. Efi, te mit szólsz ehhez az ötlethez? Szerinte is jó ötlet, bizony. Efi szerint is jó ötlet. Így. Elméletileg ezzel így meg is vagyunk. És akkor ide le is pakolom mind azt a rengeteg cuccot, ami nekünk nem fog kelleni. Hát nem hiszem, hogy most ez kelleni fog, szóval leteszem, ez se fog kelleni. Vizet merünk majd egy csomót, hozunk cobblestone-t, de inkább 64-et. Mit szólnátok ahhoz, az úgy jó lenne? Mindenki, hogy köszön Efinek! Efi egy jó fejróka, nem? Üllő, hoppá, le is tudom tenni első üllőmet. Gyönyörű, mondjátok meg, hogy nem gyönyörű. Melyik a kedvenc lófajtád? Nekem a kedvenc lófajtám a... az a helyzet, hogy nem én vagyok a nagy lovas, hanem a nővérem. De a nővérem aztán kifejezetképpen nagy lovas. Én sajnos nem tudok sokat a lovakról. Az a büdös nagy helyzet, hogy nem tudok sokat a lovakról. Ez annak is köszönhető, hogy... hát nem vagyok nagy lovas. Nem tudom, minek köszönhető. A nővérem nagyon sokat lovagol, meg igazából tart is lovasoktatásokat, meg minden, szóval az egy kemény dolog, de ő erről többet tudna mesélni. Na! Efi, gyere! Hello, Caty! Te itt vagy! Gyere már ide! Itt van Caty is, ő is. Gyere már ide! Nem tudom, hogy fel tudom mondani. Ide, gyere, Caty! Nem, elmegy. Akkor szia! Prrrr! Dávid a pónikat szereti, ne is mondd! Hú! Szia Gergő amúgy, szia! Ezt láttátok? Azért az nem sok híja volt! Jaj, majdnem megöltetek! Mármint, hogy ezt a gyöngyinek mondom meg... meg Catynak. Hát közel volt azért a vég,
De szerencsére pont megúsztuk. Na, akkor én azt mondom, hogy úgy szerezzünk sok XP-t, hogy ugye bányászkodunk szenet, meg majd kiégetjük a cuccokat. Ugye mi kell ahhoz nekünk, hogy ki tudjuk égetni a cuccokat? Kell valami érc, amit kiégetünk, úgyhogy Efimmel most mi nyakunkba kapjuk az egész elfeledett szigetet, és lemegyünk a bányák legmélyére. Nekem 12 freeze lovan van. Hol? A Star Stable van, vagy hol? Mert nem mindegy azért, kedves Zina. Én is most Minecraftozok. Na, hát az király, mindenki indítsa el a Minecraftot, nyomjon be valami Survivort, valami kis halkzen, nem tudom, mit lehet be tudok itt nektek rakni. Fogalmam sincs, hogy nem tudok nektek berakni most zenét sajnos. Pedig milyen jó lenne. Na majd megoldjuk egy másik streambe, egy másik világban, egy másik életben. Csinálunk ide egy ilyen jó kis lejáratot, viccoltok hozzá? Ez így szupi lesz nekem szerintem. Efi is jön velünk. Amúgy... Jó. Tudjátok mit? Úgyse ide akartam lejönni bányászkodni. De a szénér megérte. Nem élőben. Hát ezt mondom, hanem a Star Stable-ben, vagy mi? Oké, ez itt rossz ötlet volt. Elsőnek hozunk egy csomó vizet. Az kell egy vödör víz is, ugye? Azt fogom csinálni, hogy szerintem hozok magammal egy vödör vizet. Efi, még nyugalom! Idővel el fogunk indulni, nem most, idővel nekivágunk, és a nyakunkba vesszük a dolgokat. 13 HP, vagy mi az XP? Gergő, egy kanásó, és barbecue. Oké, okay, hozom a kanásot, jaj, de jó volt az a stream, de tetszett nekem! Hol a vödröm? Volt vödröm? Volt, itt van. Hello, vödör. Te vagy az én barátom, gyere, vödör. Na. Menjünk akkor le, és merjünk egy nagy adag vödör vizet, csak úgy ugorjunk le, hogy nem halunk meg. Nem, hanem élőben. Zina, köszönöm szépen, de amúgy csak szivatlak, tehát hogy azért mondom azt, mert nem írsz vesszőt. Tehát, hogy azért ez egy fontos nyelvtani dolog. Na, hello, patkányok! Jó, itt voltunk, ugye ez volt itt a nagy patkánybarlang. Jesus Christ, mennyien vannak? Megnézem, hát ha itt akad, csúran csöppen valamiféle fajta dolog itt ebben a bányában. De ez már így sokkal jobbnak tűnik, nem igaz, Efi? Ez már azért így sokkal lazább dolognak hat. Oké. Okay. Itt van még szén. Szenet ezt szedünk, mert azzal tudjuk ugye kiégetni a dolgokat. Jaj, ne. Jaj, ne, ott az egérke! Patkány, bocsánat, patkány, menj már innen! Menj már in, Efi! Szedd már le azt a patkány! Jó, tőlem az ott elszüttyeghet magába. Amíg nem jön ide, addig minket nem érdekel. Nagyon hangos kezd lenni ez a patkány. A patkánytól jobban félek, mint Tigertől. És már 14-es színnél vagyunk. Az azért nem annyira rossz, nem? Tuk! Így. Csak valahogy meg kellene próbálni úgy menni. Ültesd le a rokát és állíts fel, és be fog bagolni, és akkor lesz mindig min? Speded. Spedem. De Rozon megoldotta volna, ha van ilyen bug. Rozon mindent megold. Higgyétek el, nekem is volt problémám a pályámmal. Ó, egy kis vas. Hát azért is jöttünk, ezt megöljük azért. Nem tudom megölni ezt a patkányt, érted? Na végre. Hogy megpusztul. Ennyi volt a vas! Ne szórakozzunk már. Komolyan mondom, ezért kockáztattam én ennyit. Viszont itt van még szén, azzal is gyűjtsük az XP-t. Melyik érccel, ez most nektek szól ez a kérdés, melyik érccel, ércnek a kisütésével vagy kibányászásával tudunk a legtöbb XP-re szert tenni? Erre várom a kommenteket. Itt és most. És ne tovább. Egész is ki a, mi éges ki a kaktuszt, az nagyon sok XP-t ad, és gyorsan meg le... De tényleg? Az tényleg ennyire sok XP-t ad? Bár abban nem lenne sok fánolás, nem? Tehát, hogyha csak úgy XP-t égetnék. Vagy XP-t égetnék? Úristen, nem lehet XP-t égetni. Ha kaktuszt égetnék, az nem lenne túl fán, nem igaz? Az egy kicsit lenne csak uncsisztream. Hogy lefolyik a víz. Na, itt egy kis vas. Vasból is szerzünk egy csomót, mert nem tudjuk, hogy még milyen küldetésekre lesz majd időnk.
A Star Stable-ben 42 Freezen van. Na, üdvözlöm őket. Ennyi fákját nem kell ide letenni, nem igaz? Üdvözlöm ezeket a kedves kis frízeket. És mi a helyzet velük? Mit tudnak? Tudnak valamit? Van valami jó trükk, amit tudnak ezek a lovak? Ajjajjaj. Na, akkor használjuk a gyémánt csákányt. Most eljött az idő. Szétszedek mindent. Hello, denevér. Hát ez itt sokra nem mentünk. Ez itt egy zsákutca, úgy látszik. Szóval ezt is itt kifullasztuk. Bár lehet, hogy lejjebb jobb lenne haladni, de úgy emlékszem, hogy találtunk mi már itt azon a pályán olyan nagy barlangokat, hogy éhaj, csuhaj, de ha csak a patkányokat hagyjanak, a patkányok azok hagyjanak. De megnézzük, mindjárt megnézzük. Te mit Na nézd meg, beletört a patkányba a kardom. Ezek nem adnak XP-t? Én úgy emlékszem, ezek is adnak XP-t, na mindegy. Jó, akkor este van, igaz? Kiki nyugalom van. Aha. Nem. Azt a kutyátok, fájátok. Így. Így. Jó, aludtunk is. Jó reggelt kívánok nektek. Milyen szép napra virattunk. Hát szedjük össze azt az XP mennyiséget, amit szeretnénk. Egy skeleton. Akkor megpróbálunk szedni kaktuszt. Megnézzük. Mert én igazából arra gondoltam, hogy... Fejezzétek már be a lövöldözést. Ott volt egy Enderman. Az is rettentő sok XP-t ad tudtommal, amúgy. Az Enderman, igaz? Ebben nem tévedek azért. Mindjárt megvan a level 15. Hát, e-mailámmal meg lesz mindjárt lassacskán. Kohó, az gyors! A kohó az lehet, hogy gyors, de vajon ad-e elég XP-t nekünk? Nekünk ez a kérdés, hogy ad-e elég XP-t? Na, lődöz ez a skeleton. Na most megtudjátok, hogy milyen nagy is ez a pálya. Mert amúgy nem kicsi. Az a nagy helyzet. Ó, elfelejtettem vizecskét csinálni magamnak. Egyelőre csak párat szeretnék én meginni. Mert... nem kéne mindegyiket így elhasználni, és akkor itt tudom magammal vinni. Csak az a gond ugye ezzel, hogy megiszom ezt a vizet, és ugyanez fölmegy, ami tök jó, csak utána eltűnik az üvegem. És az viszont nem túl jó. Az így sokkal nehezebb. De megnézzük mindjárt ezt a kaktuszos megoldást, mit szólnátok hozzá. Gyere, Efi! Hogy úszik a róka, figyelj. Szia, Efi! Meg! Aranyos hangja van így Efinek! Te kicsit buborékos a víz, na mindegy. Itt vagyunk, hello! Megjöttünk. A kertészkedés is sok XP-t ad, amúgy. Mindenki, aki nincs feliratkozva, az iratkozó fel zsidobra és nyomjon egy lájkot, amúgy. Ja, a lájkokkal tudjátok biztatni ezt a kis ficsúrt. Engem. Hogy folytassa ezt a csodálatos XP gyűjtögetést, mert ez lesz így jó. Amúgy ki látta az új videót? Mindjárt megnézzük, mert én nem hiszek nektek ebben a kaktuszos dologban egyáltalán. Ezek itt maradnak, ezek a fejek. Nagyon szép. Efi, neked is tetszik? Hogy megszimatolja? Figyeld. Figyeld. Várjál, úgy beállok. Mi? Na, hát ez király. Viszont nem Efi kajáját kéne megenni, hanem az én kis kenyeremet. Ugye itt volt a falucska, amiben megtaláltuk a jó embert. Ugye neki a szemüvegét. De most mindjárt megnézzük, hogy ez a kaktusz kiégetés, ez vajon mennyit ad, vagy nem ad. Először is fa. Jaj, beragadtam. Fa, mert csinálok ide egy sütőt, mit szólnátok hozzá? Ha jól emlékszem, akkor itt már egyszer volt egy nagy sütögetős rész, emlékezzünk rá. A gyémánt ad szerinted a legtöbb XP-t? Hát, szerintem is. De gyémántot csak úgy nem lehet találgatni. Azért nagyon le kell menni a mélybe. Na, nézzük meg akkor ezt a kaktuszt, kiégetve. Most vagyok 14-es szintnél, lassacskán, elérem a következő szintet. Mert Efit akarom ütni. Na, addig meg csinálok magamnak még pár kenyerkét. Kenyerkét! Oké, milyen kis patifőzet lesz belőle, figyeld már.
Ó, ez tényleg nagyon sokat adott. Hát ne vicceljünk már. Hát ez a világ császára leszek így, srácok, akkor ez a stream, ez átmegy innentől kezdve a Cactus Bandi keresésbe. És ez mi ez a méhecske itt? Hello, méhecske. Hogy zümbög. Ha! Viszont megtaláltuk ennek a jó embernek itt a szemvegét. És ha jól emlékszem, amúgy én ezt meg akartam nézni, mert azt mondta itt a csávó nekünk, hogy ő itt nagy kincskeresésbe volt, és hogy gondolom, akkor itt kell lennie kincsnek. De ebben nem vagyok biztos. De azért lehet, hogy majd megnézzük. Mindegy, azért oké, hogy a barlangászással kevesebb XP-t tudok. Hogy jön? Itt innen spawnolt le valahova. Innen. Úgyhogy itt kell valahol lennie a... Hoppá, most ezt nem ezzel kéne ütnöm. Figyelj, hogy jön! Nem bolond! Csak spártai! Megöltem. Na, ki tudja, hogy ez melyik filmből volt? Aki nem tudja, annak na, üzenném, hogy ez szomorú. Bár ez eléggé durva film, 300. Te ide is értél? Na, ne szórakozzál már! Menj már innen. Ez az volt? Hol, honnan spawnolnak le? Na, ez egy remek kérdés, igaz? Mert innen kell leszpawnolniuk. De itt nincsen spawner. Viszont van egy csomó skeleton. Tudjátok, mit kéne csinálni skeletonok ellen? A pajzsot. És én ezt nem is értem eddig, miért nem használtam soha. Szóval úgy látom, hogy itt azt az eget mekkora ballag van. Na mindjárt visszajövünk. Csak szedek még innen szenet. Kiszedem az összes szenet, amit itt találok. És égetünk még ki kaktuszbértalánt. Kaktuszbértalán. Mert azzal is nagyon sok XP-nk van. Már 15-ös szintnél vagyunk, srácok. Simán meg lesz. Lehet, hogy olyan rövid lesz így ez az élő. Pedig amúgy csak kettőt szedtünk ki, és én ezt eddig nem használtam. Hát ez ennyi lenne. Ott egy Enderman. Hát most ez így már nem annyira sok. Mit akartam? Ja igen, még pöffenteni rá, meg ezt betenni. Jó, és csináljunk még egy sütőt, mert az úgy lehet, hogy gyorsabb lesz. Ennyi lehet, hogy nem kell, kettő elég, nem? Azért így. Mindennek adjuk meg a módját, jó. Elfelezzük, meg ezt is elfelezzük, meg ezt is elfelezzük, és akkor ennyit berakunk ide, meg ennyit berakunk ide. Így jó is lesz, nem, srácokok, arcok? Előre figyelmeztetem őket, akit nem érdekel a live, annak nem kell itt lennie. Megértésüket előre is köszönöm. Adrien, nagyon bekeményítettél. Adrien! Hát ez nagyon, nagyon kemény vagy, nem? Ja igen, hát persze, hát ami miatt jöttem eleve. Vas, ugye elfelejtettem kiégetni. Viszont, figyeld már. Mindjárt 16-os színnél vagyok. Viszont, Zsófia, köszönöm szépen, hogy támogattad az élőjadást. Élőjadást? Támogattad az élőjadást. Mindjárt meg is nézem. Ja, nem írt semmilyen üzenetet, oké. Csak eltekerődött véletlenségből. Na, ezeket kiszedjük. És ahol először el fog fogyni, ez most egy ilyen beszélgetős stream. Mióta megy a live? Nem régóta, kb. 20 perce, ahogy nézem. Az az álmom, hogy légy szíves, mondd be a nevem! Luca azt kéri, hogy mondjam be a nevét, de nincs névbemondás, sajnálom. Miért jó az bárkinek is? És ide becsapom egyből a vasat. Így. Így. Hozok még kaktusz, srácok. Kaktuszból ugye most már tudjuk, hogy sosem elég. Kaktuszból sosem elég. Múltkori ilyen videófelvételből jöttem rá arra, hogy mennyivel egyszerűbb úgy haladni ebben a játékban, hogyha ugrálok, mert akkor a staminám nagyon óvatosan csökkenget. Tényleg csak így visszafogottam, hogy néha-néha. Úgyhogy mostantól mindenhova ugrálva fogok menni, szerintem. Így. Egy. És akkor remélem most már el is készült a vas.
as lakótelep. Jó, és szedünk akkor még fát, és csinálunk. Na de mit csinálunk? Hát pajzsot csinálunk, kérlek szépen benneteket. Jó, ez el is készült, bedobjuk ide a maradék vasat. Hát innen elfogyott a kaktusz, ezt nem a maradék vasra gondoltam, hanem a kaktuszra. Már 16-os szintnél vagyunk, srácok. Ez milyen mód? Ez nem mód, képzeljétek el, ez egy sima vanilla Minecraft. Mit akartam csinálni? Ja igen, pajzsot, persze, úristen, de ostoba vagyok. Hol van a fa? Itt van. Jó. Érdekes, ez... Ja, hogy ez nem ugyanolyan, értem. Így, és akkor így. Kész is van, a shield. Nézd meg, Effi, milyen jól áll. Hát ez nagyon lelassít ember! Hát ez... Azt a leborgutyát, hát... Ez rendesen visszadob a futkarászásba. Oké, hozunk még kaktusz neki. Hozunk még kaktusz neki, és akkor azokkal folytatjuk a kiégetést. Mert most már 16-os szintnél vagyok, de azért mégiscsak izgalmasabb lenne. Effi, menj már előlem. Amúgy ki szeretne magának, saját magának, egy házi Effit. Úgy saját magatoknak. Mit szólnátok hozzá, hogyha Effi valahogy eljuthatna a ti otthonotokban is egy... valamilyen formában. Még nem tudom, hogy milyen formában, de... Vagyis, hogy de, tudom, hogy milyen formában, de nem akarom elmondani. Nem akarom elmondani, hogy milyen formában, de Effi hozzátok is eljuthat. De azért aludjunk, nem, srácok? Ezért. Egy jó szundia sosem árt. Oké, ezt a kaktusz rengeteget egyelőre visszatesszük. Hú, de beindult a chat. Hát mi lett itt, kérem? Mi lett itt? Édd meg a kaktuszlét! De nem tudom meginni! Nem lehet meginni! Sajnálom! Oké, ezt is ide berakjuk meg. Ezt is ide berakjuk. Jó, itt nem volt. Itt még volt, akkor még egyet szétválaszthatunk. És ezt becsaphatjuk ide. Jó, égetgetgetgetnek. Jussunk el még... amúgy annyira sok minden van nálam. Kraftolok belőle egy chestet, de tudod mit? Három darab fát. Ez más lesz, ez lesz a különleges chest, így. Ez lesz itt az ideglenes bázisom, ahol minden fontos dolgot, ami nem kell nekem, leteszek. Eddig csak olyan dolgokat tettem le, amik nem voltak fontosak. Nem baj, így is jó lesz. Fennmarad a live? Persze, hogy fennmarad! Hogyha leszedném, akkor semmi értelme nem lenne. Mert hogy akkor így... Érted? Tehát, hogy... Na, most már 17-es szintű vagyok. Így lehet egyszerűbb lenne valamilyen... Nem tudom. Nem is tudom már, mit akartam mondani. Ez egy szép kerek mondat volt, köszönjük szépen, Dávid. Akkor haladjunk ide le. Mert úgy hallottam, hogy itt van a sok-sok skeleton, skeletoff. Hú. Effi? Effi, készen állsz? Akkor menjünk, haladjunk. Itt elsőnek, itt látom a vizet. Most tudom, hogy ez lassítani fog, de az a helyzet, hogy kell nekem. Így. Oké. Mint egy liften, így lassan haladunk le. Effi, hogy érzed magad? Jó így lefelé haladni? Figyeld már, lő! Na nekem te ne hencegél itt, öreg apám. Na, álljunk meg egy szóra! De benn volt a Keep Inventory, nem? És most mégis eltűntek a cuccaim? Meg az XP-im! Amit a nagyobb probléma... Isten... Nem jó! Csak rohanok bele a mélybe! Oké, gyorsan, gyere, Effi! Oké. Fákját azt nem hoztam! Shoot! Fákja az nincs! Istenem!
Miért van ez így megcsinálva? És mindent elhoztam, csak a fáklyámat nem. Nem, a kardom megvan, kardom. Kardom élére hányom ezt a jó embert. Ú, te! De tudom, a bent kell, hogy legyen a keep inventory. Ne csináljuk már! Oké, visszarohanunk, amilyen gyorsan csak tudok. Mert kell nekünk... Menj innen, skeleton, kérlek, kérlek, ne lőj meg, kérlek, kérlek, könyörögve, kérlek, ne! Hol vannak a cuccaim? Itt a fákja, oké. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Annyira nem jó, mert most megint egy csomó izét vesztettem. Áj, de Istenem! Srácok! Remek? Azért, na látjátok, én ezért nem indítok hardcore sorozatot, mert ez lenne a vége minden hardcore sorozatomnak, hogy meghalok. Bár mondjuk egy hardcore sorozatnak eleve ott van vége, ahogy meghalok, de azért ez szomorú volt. Hogy lesz így meg ebben az élőadásban a 40 szint? Hát gyakorlatilag elképzelhetetlen, hát... Édes Istenem... Lehet, hogy csak kaktusz kiégetéssel, de komolyan mondom, tehát, hogy én egyszerűen annyira béna vagyok, annyira nem figyelek oda magamra, hogy 3 másodperc alatt képes vagyok belerohanni a vesztembe. De tényleg, srácok, most is láttátok, hogy mit csináltam? Oké. Viszont még mindig van egy csomó cucc, amit így nem sikerült felszednem. Azért... Figyelj ide, Skeleton. Kérlek szépen. Na, találd már el magad. Na, végre meghalt. Ne csináld már! Léci, please. Azért most is... Te haver, te... Oké. Oké. Na ezt így kellett elintézni már az elejétől kezdve. Mi ez a creeper barlang? Oké. Addig nem érdekel, amíg nem halok meg. Oké, ide ennyi fákja nem kell. Oké, fogy. Az áldóját neki, srácok, azért ez... izzasztó lesz így. Most komolyan, most újra a 7-es szinten. Hát ez szuper. Remélem nem tűnik el innen a cuccom. Csak úgy, mint a múltkor. Lehet, hogy egy páncélzattal jobban járnék, de hát így nem lesz. Efi, valamit viríts nekem, jó? Kérlek, ott vannak a vizes palackok. Legalábbis egy vizes palack. Mi ez a sok creeper itt? Oké, de megölte a másikat. Ami... Adjatok már. Oké, támadj rá. Támadj. Támadj, öreg. Támadd le a skeletont! Úgy van, ez kell neked. Itt viszont van nagyon sok jó dolog. Jó dolog, de jó dolog. Az a gond, hogy csak az egyikük győzhet. Oké. Nem, nincs több fákjám? Ezt hívják úgy, hogy szőjvás! Semmi gond. Mennyi emerád. Oké, nem baj, az emerád az legalább nagyon jó XP forrás. Ezt viszont akkor minden videó felvétel előtt, meg minden stream előtt majd be kell állítanom ezt a keep inventory-t, mert ez így nagyon-nagyon durva. Oké. Már is 9-es szinten vagyunk. Ott a lapizotok. Ugye valaki írta, hogy az nagyon... Hát ezt nem hiszem el! Oké, de nem baj, most már legalább működik a keep inventory, csak hogyha újra megnyitom a pályát, akkor nem fog működni a keep inventory. Most működik a keep inventory, viszont nagyon-nagyon lassú vagyok, és szomjas. És mérges persze. De ez már csak a kisebbik rossz. A lényeg az, hogy visszamegyünk a barlangba, mert ki kell szedni azt a lapiszt. Oké, itt volt, ugye? Ugye itt volt, csak így, arra viszont... Aj, nem, elfelejtettem, hogy... Oké. Elfelejtettem, hogy nem hoztam magammal.
cuccot. Oké, jó van, már ne brutyozzál. Na nézzük meg akkor mennyit hoz, most vagy a 9-es szinten. Hát... Szerintem amúgy még mindig a kaktusz a legnyerőbb, nem? Vagy hát igazából mi az, az emerald? Az nagyon durván sok XP-t adott. És nagyon királyérzés volt kiszedni, úgyhogy szerintem azt keressünk még. Amúgy sikítsatok, hogyha van itt. Tudsz XP farmot csinálni, amikor a kaktusz megnő, érzékei bendítja a piszont, ami megnő. Jó, értem én, értem. Nem kell mondani, tudom, hogy hogy kell. Vagyis nem tudom, hogy hogy kell. Sejtem, hogy hogy kell. De egyelőre úgy gondoltam, hogy ez mégiscsak izgalmasabb, hogyha én magam szerzem meg és küzdök meg a dolgokért, mint az, hogyha csinálunk egy farmot, aztán azzal XP-sztetjük magunkat fel. Így azért mégiscsak jobb, izgalmasabb élőadást lehet csinálni, meg hát így legalább tudok veletek így játszogatni. Lapis! Itt van a lapis. Lazulit, amit kiszedünk. Ez is azért ad egy kevéske experience-t. Meg majd a vasakat is, hogyha kiégetjük. Ha! Meg nem halunk, de akkor is kiégetjük. Oké. Ezek ugye akkor adnak XP-t, hogyha kiégetjük őket. Ha minden igaz. Márpedig remélem, hogy tényleg akkor újabb lapiszba botlottunk. Amúgy ez jó, mert legalább úgy van megcsinálva ez a pálya, hogy... Ne fenyegetőzz! Efi! Kapd el! Efi, kapd el! Oké. Közel volt, de nem eléggé. Ahhoz, hogy zsédavat elkapd, előbb kell felkelni. Mint például akkor, amikor hátba támadtak. Azok eléggé reggel keltek föl, szerintem. Na nézzünk itt is szét. Azt mondja, itt van az osztálytársad. Mi? Osztálytársam? Azért mondom, nem az enyém. Meglepődnék, már nem járok iskolába. De mégis itt lenne az én osztálytársam, na az fura lenne. Na. Oké. Még azért szedjük innen XP-t, meg hát, ha még följebb is van itt. Ó, de jó, hogy itt beástam. Igazából egy lépcsőt terveztem ide. Így, hogy kevesebb a szörnyit, hogy mit nem mondjak, sokkal kellemesebb így haladni. Halló? Van itt valaki? Itt valaki van? Itt bizony valaki van? Oké. Okay. Kis creepert, hogy el náspángoltuk. Ó, még lapiz. Nagyon, vagy lapiz? Mi az Isten már? Emerald. Jó sok emerald van ezen a pályán. Mondjuk valószínűleg mi áll, hogy ez egy csináltatott pálya. Ó, itt is. Na, amúgy lapiz is van. Tehát, hogy ne olyan szígyétek, hogy itt a lévegőbe beszélek. Tényleg van itt lapiz. Ennyi. Ennyi. Meg egy bambi. Oké. Okay. Kenyérkém. Oké. Okay. De nagy mak. Azt hittem, azok is eltűntek. Vizet majd utána merni kell, mert elkezdek szomjazni, és az bizony nagy szívás, hogyha itt döglöm szomjan. És azt szerintem nektek se tetszene. De viszont már 13-nál vagyok. Még itt a vasacskát kiszedjük. És ezt is, hogyha kiégetjük, abból is jó szok... XP lesz azt az eget, aki hogy elbújtak itt a... Itt az ércek meg minden... Áócs! Na, közben szedek vizet. Egyelőre ennyit, mert így, ennyi pont elég lesz szerintem egy kis időre. Jó, 76, 96, jó, igazából ennyi elég is ebből. Nem kell 100%-ra innom magamat, mert még a végén elvizesedik az agyam, és itt pusztolok. Na, még úgy emlékszem, hogy itt volt még ugye itt a creeper mellett, még itt. Lol. Jó, hát akkor igazából csak itt volt egy kis szén. Széntellér! Akkor haladjunk visszafelé. Na. Szeretsz társasozni? Nagyon szeretek társasozni, csak nem nagyon jönnek velem társasozni a barátaim. Mert ők annyira nem szeretnek olyan társasokkal játszani, meg főleg nem, amikkel én játszanék. Én általában a kooperatív társasokat szoktam nagyon kedvelni. Hát ti? Milyen társasokkal szerettek játszani? Itt hallok egy úriembert kattogni, hörögni. Nem is kattogni, hanem hörögni. Itt hallom. Halli? Mi fánterem itt a jó idő? Hát jó.
Na, ez itt jónak tűnik. Efi, nem? Efi benn van a falba. Efit nem érdekli. Haladjunk itt szépen ügyesen le. 10-10-nél vagy, mert hogy 10, mi az, fákján van még. Az még talán elég lesz egy kis idő. Ó, nézd már, hát itt. Ez eddig itt volt elbújva, és én meg észre se vettem. Oké. Hát akkor kérem szépen, itt lass lefelé fogunk haladni. Nagy üzemben. Mert érdekes dolgokat rejthet magában ez a bánya. Mint például ott az emeráldot, meg ott a szenet, ott meg egy nevet. Jó, az nem érdekes. Zárjuk el itt a vízet. Hogy ötletem sincs igazából. Mert nem olyan egyszerű a vizet elzárni, mint ahogy azt elsőre tűnik. Igazából nem is zárom el, tudjátok? Így. Így leások ide. Aztán ez így jó is lesz, nem? De mégis el kell valahogy itten reteszelni a vizet. Na, nehogy már megfulladjak itt. Efi? Így. Oké. Okay. Na, hát csak eljutok ide, nem? Nem volt egy egyszerű menet, de csak ide jutottam az emeráldhoz. És szerintem haladjunk még lefelé. Figyelj, már ment volna föl az érc. 7 darab van még. Oké. Okay. Ez idáig leúszott? Figyelj már, hogy megy le a zombi, figyeld már! Na, a szerencsétlen csíra gyerek. Ó, pont én is, akkor én is szívesen játszok. Pont én is, akkor én szívesen játszok veled. Köszönöm szépen. Na, kedves tőled, hogy így gondolt. Ezt a kutya fádat már harabdáld már magadat. Na. Oké. Okay. Nem vagyunk. Lelőtte a skeleton a izét! Jó, ide nem tudsz eljönni, úgyhogy engem te nem is érdekelsz, tudod mit? Engem ez a skeleton, ez nem nagyon mozgat meg. Viszont itt még, hogyha jól emlékszem, itt van. Nagyon jó királyság, annyira jó. Hú, de jó, hogy itt ennyi smaragd van. Ahogy valószínűleg azért rakott Rozan ennyi smaragdot, mert sokat kell majd üzletelni ezekkel a rafkos srácokkal. Oké. Okay. Így. Oké. Okay. Oppá, ott még van. Bizony, hogy van ám. Sokat kell majd üzletelni ezekkel a rafkos srácokkal. Hopp, hopp. Ezt még kiszedjük azért. Itt is van. Figyeld meg, még ott is. Hát ez egy kész, izé, smaraglelőhely. Figyeld már. Figyeld meg, és sose fogy el! Azért körbenézzünk, hát ha itt még valahol itt úgy generálódott, hogy de nincs, jó, oké. Okay. Hát persze, hogy arra az egblokra ugrom, ami megöl. Na. Eszünk. És akkor megyünk. Hello? Itt volt a skeleton, most hova lett? Pics! Így. Viszont nagyon gyorsan fogy a fákjám. Ajajaj. Aj, nézd meg, hogy előjött! Hogy előjött? Azt hittem elbújdokoltál a messzeségbe, te! Oké. Okay. De nem bújdokolt el a messzeségbe. Itt van a smaragd, ugye? Na. Akkor ezt még kiszedjük, aztán fölmegyünk, mert hozni kell még fákját. Itt ennyi volt. Hát az előzőhöz képest ez elég gyatra. Hogy mit ne mondjak nektek. Na, opá. Na mindegy, hogyha már felszedtem, akkor felszedtem. Opá, szegény denevért hallottam, ahogy megpusztult. Ez itt, ez szén lesz, de nem baj, kiszedjük. Most itt a nagy sötétben nem tudom, hogy ti mennyit látok. Én nem sokat, hogy őszinte legyek veletek. Nem sokat látok a fejemből. Mert hogy nekem itt világít a softbox ezerre. Oké, okay. Inni. Na, már is 16-os szinten vagyunk. Visszamegyünk. Ja, itt még ezt a szenecskét kiszedjük, meg ezt a szenecskét, meg ezt a szenecskét is kiszedjük még itt. És visszamegyünk szerintem a legtetejére a szinteknek, és elkezdjük kiégetni a dolgainkat, amit összegyűjtöttünk ugye itt az évek során, skacekok. Jó lett volna gyémántot találni, de hát ez van, most nem lett gyémánt találás. Á,
Most milyen jól jön ez a víz, hogy itt van. Oké. Okay. Amúgy az Enderman, hogyha megölném, az jó sok XP-t adna. Hello. Hoppá. Hoppá. Oké. Okay. Na, csak sikerült valahogy eljutnom ide. Jó, és akkor kimegyünk. Ez amúgy egy nagyon király kis bánya azért. Valljuk be az őszintét. Azért bevallhatjuk? Azért valljuk be. Srácok, amúgy egy like-kal tudjátok kijelenteni azt, hogy nektek tetszik ez az élő adás. Nyugodtan lehet rá nyomni. Vagy esetleg nem. De amúgy én örülnék neki. Jól esne ennek a kisfiúnak. Hopp, itt volt egy kis vas. Puty. Jó, és akkor kimegyünk. Mondom, kimegyünk. Valahol itt. Itt. Vagy nem? Aha, persze. Persze. Most jut eszembe, hogy így kell kijutni. Már eszembe is jutott. Miért mindig csak két vas van amúgy így egy helyen? Ezt a kutya fajad. Oké. Oké. Aludtunk egyet. Aludtunk, itt van szén. Hát akkor ezt ki is szedjük. Amúgy elhozhattam volna ott lent a lávát. Úristen, azzal mennyit tudnék égetni. Na mindegy, most már ez van. Mert ugye tudjuk jó, hogy a lávát, hogyha betesszük égetésre, akkor azzal rengeteget tudnánk égetni. Így viszont semmit nem látunk. És neked miért van olyan a kezedbe? Te ezzel érzed magad, Jampi gyereknek? Na, hello! Figyelj, láttad a cset? Láttad a cset? Effivel, hogy kicseleztük. Menj már innen. Menj már innen. Oké. Okay. Gyorsan elmegyünk. Jaj, itt. Itt. Oké. Okay. Remélhetőleg elfelejtik, hogy valaha is ott jártam. Na nézzük meg, hogy mit kell kiégetnünk. Azt mondja, nézzük meg. GTA 5-ös, és csinálhatnám videót. Ja, csinálhatnék GTA 5-ös videót, de nem fogok, mert annyit nem játszottam soha a GTA 5-tel, hogy abból bármilyen videót is tudnék értékelhetőre megcsinálni. Ezt ide tesszük, ezt meg ide tesszük. Csináljunk már szuper kemencét, nem? Menj már, te idáig jöttél, hogy nem unod, szélj el magadat. Csináljunk szuper kiégetős kemencét. Ha jól tudom, ahhoz kell, bizony, nekünk, ugye várjál, mindjárt megnézzük a csuda crafting könyvben, hogy mi kell a Blessed Furnace-hez. Smoker. Furnác. Fogalmam sincs már, hogy készül. Az az én nagy bajom, srácok. Tudja valamelyik költök, hogy hogyan ki... Itt van. Vas, 1, 2, 3, 4, 5 darab vas, egy furnác és smooth stone. Jó kis smoothie. Ez pedig, hogy készül? Négyet összeteszünk? Nem, így nem az készül. 9-et teszünk össze? Az Isten itt. Na mindegy, mindjárt kitalálom. Oké, okay. Addig szedünk még kaktuszt. Úgy. Addig szedünk még kaktuszt, addig meg ti írjátok le. Most jöttem, mire maradtam le? Hát meghaltam egyszer, már rég több szintünk lenne, ez az, ami a legjobban zavar, hogy már rég. Szerintem már lehet, hogy meg is lenne. Na jó, még nem lenne meg. De már nagyon az elején lennénk. Blessed Furnace-ben lehet szint égetni kaktuszt. Mert tudtommal nem. Az a helyzet, hogy tudtommal nem lehet ott olyat égetni. Vagy lehet? Őszintén szóval fogalmam sincs. Viszont ahhoz, hogy meglegyen a 40 darab XP, amúgy még a 20 XP-ig sem jutottunk el. Tehát, hogy... Én nem tudom, hogy mennyi idő lesz ez. És már lassan egy órája toljuk. Na jó, azért még nem, de már lassan ott vagyunk. Nem! Mit nem? Nem. Mi a nem? Bocsánat, lemaradtam. Az nem ad XP-t. Ja, értem, hogy mi nem ad XP-t. Jó, oké. Megértem. Jó, oké, most már értem, hogy miről beszéltetek. Most már értem, skacok.
Az a gond, hogy egyszerre csak egy küldetés lehet felvenni, és hogyha mindegyik küldetés ennyire durván hardcore lesz, hát ott lesz szívás azért, skacok, ott lesz szívás azért. Mi a kedvenc állatod? Szerintem ezt te se kérdezheted komolyan. Staminát növeljük fel. Hány éves vagy, Zsédav? 24. Miről maradtam le, miről maradtam le? Nagyon sokan vagytok, akik megkérdezik. Ki kell égetni a követ. Köszönöm szépen. Eddig én is eljutottam. Most ezek itt fognak lebegni, ettől mindenki tekintsen el. Ez nagyon csúnya lesz, de nem baj. De gyorsan lemegy a staminám. És lassan innom is kéne. Addig megállunk, és akkor addig iszunk is. Na. Most már mehetne följebb a stamina. Jó, 32-t ide. Meg még egyet ide. Jó, és akkor elvileg... Oké, akkor itt is égessünk még ki. Jó? Köszönöm szépen. Nem. Mindjárt rájövök, srácok. Mindjárt rájövök. Nem, ez nem az. Hol van? Az előbb megtaláltam, most nem találom. Amúgy most minek akarok olyat csinálni? Abba úgyse tudom kiégetni a cuccokat. Smoothie cobblestone, oké, de nem tudok beszélni. Mindegy, most ez egyelőre nem kell. Viszont ebbe pöffentőt tenni, ebbe kell. Ebbe tegyünk még pöffentőt. Jó, letesszük a smaragdokat, amiket összegyűjtöttem itt az évek során. Komoly munkával és precizitással a vizet azt nem teszem le, jó? Lapisztot letesszük, shieldet is letesszük, mert most tök felesleges. Annyi zöld színem lesz, hogy ezután mindenem zöld lesz. Az ágyamtól elkezdve minden, minden zöld lesz, azért hagyunk magunknál. És kenyérke kéne. Egy pici kenyérke. Egy pici kenyérke, az azért jó lenne, hogyha kapnánk. Oké, így. Hopp, oké. Hogy van, caty? Mert mi is kaptunk egy cicát, ami teljesen olyan, mint caty, és az a neve, hogy cuty. De a cuty az akkor nem kutya? Csak egy kérdés. Mert nekünk azért lett szatja a macskánk neve, mert nem tudom, igazából csak úgy ránéztem, és azt mondtam, hogy a hülye fejed van, mint egy szaty. De amúgy nem tudom, hogy miért hívjuk így. Igazából nem nagyon szoktuk, hát de szoktuk azért a nevén hívni, de leginkább Kufárka, meg Kufárius, aminek amúgy szintén semmi értelme, mert annak sincs semmi értelme, az is milyen név egy macskának, hogy Kufár. De Kufárius, vagy... Segdugasz, meg ilyen, ilyen szép neveken illetjük szegény cicát. De amúgy tök mindegy, hogy hívjuk, úgyse jön oda, szóval. Bár mondjuk csinál néha olyanokat, hogy mint hogyha tényleg figyelne a nevére, mert elméletileg a macska az ugyanúgy figyel a nevére, mint a kutya. De ő azért egy önállóbb élőlény, mint egy kutya, és őt nem érdekli, hogyha szólsz neki. Csak mikor kajáról van szó, de akkor ugye értelemszerűen nem kell a nevén hívni. Azért örülök, hogy ekkora sivatagba tévedtünk, mert most nagyon szívás lenne, hogyha nem szereznénk elég kékti kaktuszt. Menjen már följebb a staminám, please. Halló, stamina? Már azt hittem, hogy nem fog feljebb menni. Iszunk azért, jó? Benedvesítjük gigánkat? Még szerzek annyi lesz, amennyit nem sajnálunk, de vissza kéne mennyi bányászkodni, mert az volt a legjobb. Amúgy feltűnt nektek, hogy eddig majdnem az összes részben meghaltunk egyszer? Jó, amit akartam mondani, hogy van nekem egy csoportom azoknak, akik a legnagyobb Zsédav fanok, mert a legnagyobb Zsédav fanok lépnek csak oda be. Az a neve, hogy Zsédav katonái, vagy Zsédav brigádja, valami ilyesmi neve van már. Igazából nem annyira lényeges a neve. Zsédav brigádja néven meg fogjátok szerintem találni, ez biztos Isten. Az a lényeg ennek a csoportnak, hogy ott meg lehet osztani igazából mémeket, meg mindenféle egyéb dolgokat, bár eddig nem sok született, de rajzokat esetleg. Viszont oda tényleg csak azt tud bejutni, aki nagyon oda van a Zsédavért, mert válaszolni kell legalább három kérdésre, amik borzasztó nehezek szoktak lenni, mint például, hogy hívnak. Ami eléggé egyértelmű, de mindegy. Szóval, hogy ilyen kérdésekre kell számítania annak, aki oda felvételt akar nyerni.
Hát sok sikert. Amúgy ez egy Facebook csoport. Égessed már. Oké. Itt is. Jó, ebben még beletesszük. Nincs Facebookom. Hát nagyon sajnálom. Na, sajnálom, hogy nincsen Facebookod. Jó, azt hiszem meg vagyunk. 19 szinttel. Ami még nagyon kevés. Amúgy ahhoz képest, hogy mennyit akarunk elérni. De figyelj, csinálunk még egy sütőt, mert sütőből soha nem elég a kevés. Vagy a sok, vagy nem tudom. És azon is fogunk még itt égetni. Mindegyikből kiszedem a felét, ez így elég is lesz ide. És akkor így nagyon gyorsan tudunk majd haladni az égetgetéssel. Ha minden igaz. De tudjátok mit? Akkor csinálunk még egyet. Ezen nem múlik. Viszont akkor ebből elveszek egy keveset, jó, ide. Ennek csak annyi a hátránya, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mi az Isten? Sütőt kell hozzá beszerezni. Vagyis egy szenet. Miről beszélek amúgy? Fát akartam vágni, amit vágtam is, mert kell nekünk fákja. Hát akkor jó volt elpazarolni a dolgokat. Na nem baj. Lesz amennyi lesz. 16, hát nem túl sok. De nem vészes. Ezeket pedig elültetném, de nem fogom, inkább csak leteszem. Így, ja, és akkor persze kraftolok még kaját magamnak. És akkor lefekszünk ide szundikálni egyet, hogyha már eléggé lent lesz a nap. Inni. Jó, és akkor szerintem visszamegyünk bányászkodni, mert azzal tudunk még jobban szerezni XP-ket. 20-as szintet elértük, srácok. Ez már a fele. Oké, de azért letesszük a színeket. Az ágyat nem tesszük le, de ezt letesszük. Opá. Akkor ebből lehet tud készülni még egy kenyér. Csukodjál már be. Jó. Menjünk akkor. Menjünk szépen-szépen vissza. Amúgy addig mit szólnátok, hogyha úgyis van ez a cucc. Így itt növelgetnék ilyen bazótokat, és akkor ez is lenne nekünk egy tökéletes kajaforrás. Meg hát ugye Effinek se lenne olyan rossz, hogyha kapna egy kis kaját. Na, ahol én még láttam barlangot, az valahol errefelé volt. Ha minden igaz, mi a neve a csoportnak? Zsiraf brigádja. Jaj, szoktam oda kitenni jó kis feladatokat. Ez egy, nem egy túl nagy barlang. Úgyhogy innen most kijövünk. Ehely, hogyha nem lett volna az az egy picit szívás, hogy megakadunk. Hey, de jó lett volna, hogyha ott nem halok meg. Na, itt is van. Hello. Aha, pontosan erre gondoltam. Na, várjatok. Akkor itt kiássuk magunkat, hogy legyen azért egy biztos kijutási alap. És hát haladjunk lefelé. Csak ezt előre elzárom. Így. Most már zárodj el, haver. Oké, szenet szedünk, mert nagyon sokat égetünk. Mostában kifejezett képpen. És akkor szedünk még szenecskét. Ez egy jó kis bányászkodós. Egyszer majdnem meghaltam, így emlékezzünk. Emlékezzünk meg bal szerencsémről. Hogy egyszer majdnem meglett így halva a kis zsédafka. Oké, most szerencsére odafigyeltem. Effi, te mit csinálsz a falban már megint? Jó, ezt nem mondja komolyan, hogy még mindig tart ez a víz! Itt is van? Nem, itt már nincs, oké. Ez kell nekem. Aha. De nézd meg, hogy beadja neki! Hát persze, hogy nem hoztam most ezét. Robbanja! Figyeljetek! Azt láttátok, srácok? Visszanézhető lesz, igen, természetesen visszanézhető lesz a stream. Kis kési teki. Aztá, lebarasztá, aztá, paszta. Fél szívem maradt!
Fél! Fél! Hát nagyon fél az a fél kis szív. Uramisten, hát ez készajdrém volt. Fél, ott néz, ott szúr a skeleton. Ott szúr engem, és én nem akarom, hogy ott nézzen engem, és szúrjon a tekintetével, mert nagyon veszélyesnek tűnik nekem. Ráadásul nagyon rosszul állunk kajaügyileg, meg mindenhogyan. Mert mondjuk a staminából még mindig van. Utána meg el kell menni még kaját karászni. Oké. Istenem, de idegesítőek ezek a vízforrások. Jó. Akkor ide is teszünk. Jó, akkor ide is teszünk. Na most már álljál el. Végre. Jó, és akkor kiszedjük a vasat, mert abból is kapunk egy keveske XP-t. Mármint, hogyha kiégetjük ugye akkor. Viszont odafönt sülnek a dolgok. Azért szenet szedünk. Mert azzal tudunk jó gyorsan égetni. Ezt tudjuk nagyon jól. Meg aznak még a kibányászásával is kapunk egy csomót. Az is nagyon király. Így ni. Jó. És még innen is kiszedjük ezt. Jó. Húha, majdnem Effinek kellett XP-t szerezni és befejezni a live-ot. Ne is mondd, gondold el, hogyha Effinek kellett volna. Bár ő nagyon okos kis rokának tűnik nekem, de nem tudom. Nincs felolvasás, névbevadás, úristen, milyen agresszív van már megint. Meg lehet mondani, nincsen. Senior névbeolvasás ma nem lenni. Ez egy nagyon jó rész. Van egy csomó lapiszka. Amik egy csomó jó dolgot tudnak nekünk adni. Például egy csomó jó sok XP-t. Viszont nagyon nehezen jön már össze. És még csak 20-ig jutottam. Amúgy az a durva benne, hogy gondoljátok már el. Mennyit kell itt farmolni, hogy a 40 szint meglegyen. Hogyha nem haltam volna meg, akkor most valószínűleg már rég meg lenne. De így, hogy meghaltam, így egyáltalán nem biztos, hogy ebben a streamben meg lesz. Oké, okay. Csak óvatosan, jó? Óvatosan, mert itt volt a... Robbanj! Oké. Okay. Mi? Oké. Okay. Erre is lefákjázzuk, azért ilyen tessék-lássék módszerrel. Meg arra is, föntre is. Oké. Okay. Így. Ah! Ne! Pont kiszúrt! Jön erre, nézd meg milyen durván szúr engem tekintetével. Jó, addig kiszedem ezt a szenet, amíg ide ér. Amúgy ez az Effi róka, ez nagyon király, mert ad nekem egy kis X, vagy nem XP-t, nem ad semmilyen XP boostot. Arra jó, hogy gyorsabb legyek, mert amúgy nem lennék gyors. De így, hogy velem van, így jó gyors vagyok. Oké, sajnos a szenet nem akarom elhasználni, ezért csak kevés fákját akarok készíteni. Ezt így mondjuk kivehetném az összeset. És betehetném magamnak ide. Jó. Itt még látok vasecsket. Vas is tök jó, mert azzal is tudok gyűjteni magamnak még XP-t, ugye, hogyha kiégetem, meg hát ugye kellenek a vas cuccok ugye a harchoz, meg minden. És már nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon megéri-e ez a sok belefetszölt idő, energia, meg a vagyon. Nagyon semmilyen vagyont nem fetszölök én ebbe bele. Csak az időmet. Hello, speed boost! Igen, az, speed boostot ad kis Efraim. Oké. Oké. Többen kérdezték, hogy amúgy ez az Efi, ez milyen név? Te fiú vagy lány, úgy értem. És az az igazság, hogy nekem amúgy fogalmam sincsen, szóval... De ez nem is... Tehát, hogy az Efi, ez E-F-F-I. Nem pedig Efi, mert azt hiszem az Efraim, az... Egy F-el van. De szerintem az egy fiú név az Efraim. De lehet, hogy lány. Nem tudom, fogalmam sincs. Efi a legcukibb. Hát igen. Mondták már neki. Csak nehogy elszálljon magától a kis Efi fejű. Jön a vízipók. Jön. Én csak amúgy a szénér mennék. De ez már is úgy veszi, mint hogyha amúgy én... De miért van itt? Ne szórakozzál már, miért nem hoztam magammal a... Na mindegy, úgyis ki akartam már jönni. Ügyi. Úristen. Srácok, ez rengeteg idő lesz most. Azt hittem már egy csomót kiégettem, az közben fenéket. Egy nagy figy fenét.
égettem ki egy csomót. Nem baj, teszünk még bele. Így, és akkor még ezt is itt elfelezzük, és teszünk oda is. Ebben még teszünk egy pár szemet. És ebbe is, hát melyikben van még sok? Mondjuk egyikben sincs. Jó, akkor megyünk még kaktuszért. Én már full diaszedben vagyok, és aranyalmám van. Blablabla. Jó van, akkor ügyes vagy. Gratulálok neked. Nekem viszont nincsen! Nincsen ilyenem. Tudjátok, mi adna még sok XP-t? Kiütni spawnereket, de spawnereket most nem fogunk hirtelen nyilván találni, nem igaz? Hol találnánk? Hol találnánk itt nyomban spawnereket? Amúgy... Lehet, hogy ebben a streamben nem lesz meg. Pedig tök jó lenne, hogyha meg lenne, de... De eddig nagyon úgy fest a dolog, hogy itt vagyunk, és nagyon kevés az, amit haladtunk előre. Ez itt egy jó kis barlang? Oda lent van sok-sok érc. Amúgy 40 XP-t elérni, srácok. Úristen, az mennyi idő lesz. Nem baj, megcsináljuk. Egy kis bánya hang is itten közbeszólt. Megcsináljuk, srácok, megcsináljuk. Valahogy csak kihúzzuk, nem? Valahogy csak kihúzzuk. Nyomj egy lájkot, ha szerinted meg lesz. Persze nem most, mert már kezdek fáradni, de idővel... Idővel... Ott hallom, hogy hörög lenne az úriember. Itt van. Egy pillanatra azt hittem, hogy gyémánt, aztán rájöttem, hogy amúgy csak a zombinak a ruhája. Hello? Kedves zombi bácsi. Maga mi áradban van erre? Oké. Okay. Innen nincsen kiút. Csak a halál torkán át vezet. Kiút innen. Én nem értem, mi van ezekkel a creeperökkel, hallod? Annyi van belőlük, hogy elég már elég lesz. Ennyi már elég lesz. Na, azt akartam mondani. Itt ugyan szerzünk ebből egy kevéske XP-t, de annyira keveset, hogy alig-alig nő a szintünk tőle. Mindegy. Majd az égetéstől, amivel ezt kiégetjük, ezt a sok dolgot, amit most megszerzünk. Amúgy írhattok még módszereket, amivel gyorsan szerezhetünk XP-t. Az XP farmon kívül, mert azt most nem fogok építeni. Ezért jöttem le. Mondjuk van itt arany. Effi, gyere már el onnan, please. Hogyha nem jönne el. Azt hittem, itt is csak két arany lesz. Mint szokott. Oké. Hát ez most csak ilyen gyors bánya építés, vagy hát nem is bánya építés, hanem ilyen gyors ballangászás igazából. Nem megyünk mélyen bele a dolgokba, hanem csak így megnézzük, hogy mi a helyzet. Így né. Mob farm. Mondasz valamit egy mob farmmal kapcsolatban? Mondasz valamit, de nem biztos, hogy azzal olyan könnyen menne, mint ahogy én azt elsőre gondolnám. Mert azt ugye el is kell készíteni. De végül is mindenért meg kell dolgozni. Úgyhogy most annyi kaktuszt égetünk ki, amennyit csak tudunk egyelőre, ez lesz most itt a módi. Hát ezt nem érte meg ez a barlang. Ez nem érte meg. Menj már. Na. De azért kivilágítva hagyjuk, biztos, ami biztos alapon. Azért én nagyobbra számítottam. Itt elvileg emellett van még egy barlang. Mindjárt megnézzük. Ó. Olala. Este is van már. Így mi? Jaj, ne. Jaj. Jaj. Nézd meg! Nézd meg! Hát miért kell engem? Miért kell engem bántani? Meghaltak? Ott még van egy kevéske vas. Ezt kiszedjük, de most már úgy eljöttünk. Szevasz! Gyere már ide pár sallerért. Annyit szedek ki, amennyit csak tudok. Ó, mindjárt szomjan halok. Hölele. Ez nem lenne túl szerencsés. Inni. És van még egy palackozott vizem. Ezt még azért megisszuk. Megtöltünk még egyet. Ezt is megisszuk. Megtöltünk még egyet. És ezt is megisszuk.
Így pont 100-on vagyunk. Jó, a vödör vizemet viszont viszem magammal. Na, itt kiszedjük a kaktuszkákat. Amúgy milyen érdekes, hogy miért van benne a játékban az, hogyha kiégeted a kaktuszt, jár érte egy csomó XP. Mi értelme van annak? De most komolyan? Ne, fogalmam sincs. Így, né? Jó, még ezeket is itt kiszedjük. Jól leírtam innen a kaktuszokat. Amúgy. Na, nem azért mondom, de... Addig írtjuk itt a kaktuszt, amíg van. Itt is van egy barlang. Ebbe is benézzünk? Benézzünk, jó? Menj át a Netherbe, mert ott van a legtöbb XP. Van benne valami. Úriember, van benne valami, hogy átmehetnénk a Netherbe. Sőt, lehet, hogy át is fogunk, de nem most. Egyelőre. Most még ide lenézünk. Ó. Ó. Hát itt... Hát itt sok a creeper már megint. Oké. Oh. Az istenit. Jó, nem érdekes. Attól még kiszedjük a vasat. Amennyit tudunk, kiszedünk. Aztán jöhetnek tőlem, aztán támadhatnak. Lehetnek nagy fiúk, de annyira nem, mint én. Így, né? Ezzel meg is vagyunk. Kvarc, sok XP-t lehet szerezni vele. Hú, te itt hörögtél eddig? Igen, igen, átmehetnénk a Netherbe. Csak ahhoz kéne nekünk sok-sok láva. Hol láttunk sok lávát? Az iskoládat nehogy már... Miért sebez ez ennyit? Kaja. Igen, nem ártana. Eszi, 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 eszi. Szerintem tarts egy szavazás, hogy Effi fiú vagy lány. Szerintem Effi az, amelynek szeretnénk, hogy legyen. Mit szólnátok ehhez a felvetéshez, hogy Effi az... Ja, persze. Kiszedem menet közben. Oké. Okay. Jól van, Dávid. De csak félrekattintás miatt amúgy. Innen is kiszedjük, jó, ide becsapjuk a felét. Ide a másik felét. Itt ez mindjárt kiégetődik. Adjál már még XP-t. Jó, te is adjál XP-t. Ilyen keveset összeszedni. Ejj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 
fokoknál. Még csak. Ami azt jelenti, hogy még nagyon sokat kell itten dolgozni, hogy egyáltalán bármi legyen. Mert közben tesszük bele ugye folyamatosan a cuccokat. Oké. Hogy ad többet vajon? Hogyha egybe beteszem, vagy hogyha egybe kiveszem, nem tudom. Ez az örökkévalóságig fog tartani, srácok. Ez az örökkévalóságig fog tartani. Legalábbis teljesen úgy érzem amúgy most magamat, hogy csak folyamatosan csak XP, 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 XP. És alig-alig szerzek. Persze. Amúgy még van nagyon sok szenem, hát mit fukarkodom én itt a szénnel? Tessék. Kellene még ebbe is, mondjuk ide. Így berakjuk. Mindegyik dolgozzon. Mindegyik dolgozzék. Oké, itt melyikben volt még sok? Nem ebben. Ebben még itt azért van. Így berakjuk. Gyorsan kiégetjük. Na. Szerintem 24-es szintig jussunk el. Azt mondom. Remélhetőleg ezzel meg is lesz itt. Mivel tudunk nagyon gyorsan XP-t szerezni? Meddig megy a live? Szerintem már nem sokáig. Mert kezdek fáradni, és azt hittem, hogy ez majd olyan dolog lesz, hogy ihaj, csuhaj, hadd el, ilyen gyorsan összeszedjük magunknak az XP-t, hogy az nem igaz. Eljutunk 24-es szintre, és utána szerintem azt fogjuk csinálni, hogy valahogy egy nether portált elkezdek építeni. Mert ott szerintem sokkal több XP lesz. Mindjárt meg lesz az új szint. Gyerünk már! Gyerünk, kicsi! Na! Úristen, ez már meg lesz. Még egyet ki kéne venni. Végre 24. Oké.
Sok láva kell. Sok-sok láva. Sok láva. Valamelyik barlangban biztos vagyok, hogy láttunk lávát. Ott. Létsz is éd a forgász, mert abból sok XP jön. Úgy gondolod? De az viszont itt kelleni fog nekünk különböző dolgok. Mint például, opá, megeszem Efi kajáját, de nem baj, mert most kell. Most az a helyzet, hogy kell a kaja. Na, az a baj, hogy az azért nem fog most működni szerintem nagyon, mert ahhoz ugye kell kukac, és nekem nincsen semmi kedve most kukacot szerezni. Mert úgy van megcsinálva ez a játék, hogy kell külön kukacka. Itt volt a láva. Ha jól emlékszem, akkor... Nem, de... Opa, ez redstone. A redstone az ad. Adott. Adott nekünk. Akkor én ezt itt nem tudom, valahogy... Ide építettem egy jó kis gátat. És még ugye innen... Mi volt ez a hang? Innen jön a víz. És... Hányas szinten vagyunk mi most? 12. Mert kicsit lejjebb van a pálya. Elkezdünk arra felé haladni, azt szerintetek mennyire lesz jó? Van egy csomó szenünk, most azt nem szedjük ki. Most így fogunk bányászni. Mint a nagy fiúk. Meg a nagy lányok. Aztán meglátjuk. Ó, te. Ahol sodert látok, ott el fogok kanyarodni, mert gyűlölöm a sodert. Nem, mégiscsak maradjon a nether. Össze-vissza haladok, tudom, sajnálom. De... Hát sok, kicsit több ez, mint amire számítottam. Ezt azért kiszedjük innen már szenet. Azzal is gyűjtünk egy kis experience-et. És az jó is lesz. Gyerünk még. Oké. Okay. Itt még van. Itt is van. Nem sok. Tehát megéri szerintetek itt szedni a szenet? Mert nagyon kevés, amit ad nekünk ez a kedves kis szén. Szegény Efinek megesszük a kajáját, de hát egyszerűen éhes vagyok, akkor meg kell lenni. Ott volt! Ebben biztos vagyok, hogy itt volt. Valahol, ugye? Itt len. Aha. És elfelejtettem megint hozni a pajzsomat. Itt volt a láva. Nagyon jó. Úristen, de megijedtem tőled, haver! Ez meg már jön a skeleton, érted? Az emlegetett szamár. Nem, nincs kedvem hozzá. Haver, nincs. Skeleton bácsi, a nők báványad, nincs kedvem hozzá. Srácok, mondjátok. Azt az anyásod! Mit képzelsz te magádról, hogy csak ide jössz, aztán dobálhatod büntetlenül a dolgokat? Meghalok. És nem. Pont nem. Azt az eget. Nem sok híja volt. Ne gyere ide. Ugye nem tud ide jutni. Hallod? Ennyi választ el a haláltól. Ennyi. És meghalok. Srácok, szurkoljatok. Ugye nem jön? Oké, nem jön. Jó. Egy láva az kevés lesz. Nagyon kevés lesz. Hello? Jó. Egy láva. Én azt hittem, hogy itt több van, de egy. Ó, viszont figyelj már. Hát itt még van, viszont ez a félszív nem pont elég. Bocs, Efi, hogy megeszem a kajádat, de sajnos most kell. Sajnos most az a nagy helyzet, hogy kell nekem a kajád. Jó, megnézzük, hogy itt mit rejt ez alatt a dolog alatt. Nincsen láva, oké, akkor ezt itt ki tudjuk szedni, ez kettő. És ha jól tudom, akkor 10 kell. De nem vagyok benne biztos. Ice Bucket Challenge! De miért? Miért Ice Bucket Challenge az, hogyha kiszedem az obszidiánt? Miért? Na mindegy, aki tudja, az megmagyarázhatná nekem. Kérem alássan. Viszont... szerintem kimászom. És... És megpróbálok itt átugrani. Úristen, bocs, Efi, hogy megeszem a kaját, ne haragudj, kis rókám! Ne haragudj!
Az első dungeonnál, ahol a róka volt, ott van egy csomó láva. Okos ez a fiú. Nagyon-nagyon okos, azt kell, hogy mondjam. Én viszont meghalok. Ó, te nem mondod, hogy este van! Hol vagyunk? Szisztémában? Ott, ahol alszunk, ugye? Hogy? Oké, nagyon jó. Ugye, innen jöttünk ki. Nem is baj, még mindig 24-nél vagyunk. És igaza van a fiúnak. A fiúnak igaza is van. Azt a leborultját neki. Bocsánat, rá kellett frissítenem erre a dologra, mert úgy szaggatott, mint az állat. Igaza van. Efi, visszamegyünk szülőföldedre. De előtte kell nekünk kaja. Most bocsánat, bogyók, hogy így leszedlek benneteket, de most csak így éritek meg nekem. Mert ez kelleni fog. Oké. Oké. Ezt is. Ezt nem. Ezt is. Jó. És elvisszük. Ezeket elvisszük. Kelleni fognak nekünk. Mert na, igazából nem tudom, de kelleni fog nekünk. Mi az, ami innen kell? Hát ez, meg most viszem a shieldet. Lapiz még egyelőre nem. Ez meg itt lesz, aztán visszajövünk majd érte. Visszamegyünk! Igaza van a fiúnak? A fiúnak igaza is van. Ikasza is van. Visszamegyünk, visszamegyünk, ahogy csak tudunk. Ugye, nagy üzelmekben. Kiszedjük a dennyeit. Ez most jó lesz itt nekem kajának. Efi kajája helyett. Szegénynek megettem egy kicsit a kajáját. Na mindegy. Oké, most úszni fogunk, mert... Na, jó kérdés, hogy hol fogjuk megtalálni mi a titkos bázist a Minecraft-ban. Hagyjál légy szíves békén, haver. Mert Effinek valahol a dungeon-e, ez nem az. Viszont, ha jól emlékszem, hoppá, hoppá, patkányok. Emlékszünk még a csodálatos patkányos második részre? A patkányoknál... Jaj, azt hittem már láva, az közben csak dinnyék. Vagy mi az, nem dinnye ez, tök. Ha jól emlékszem, akkor ott is lehetett valahol még egy dolog. Ugye itt vagyunk, és itt volt, azt hiszem... Te várjál már, itt eddig is volt? Jó, hát ez az lesz, ez az a dungeon. Ez az a dungeon. Aha, jó. Királyság, most magamra szabadítom a férgeket, remek. Csudimudió. Aha, hol volt itt, amit kiástam? Itt. Akkor ezt itt vissza is falazzuk. Ez lesz itt a nehéz. Ez lesz itt a nehéz kérdés, jó uraim. Oké. Itt egyrészt meg kéne találni már végre ugye a... Légy szíves, hagyjatok békén. Hagyjatok már! Úristen! Oké, itt elmentjük az állásunkat. Úristen, na jó. Oké. Tudod mit? Nesztek. Egyetek lávát. Oké, és valahol... Oké, ez még mindig nagyon sok. Még mindig nagyon sok. De valahol csak meg lesz a spawnerjük. Oké, azt a... Isteneteket már. Ne, hogy te üljél meg nekem, haver! Oké. Ne. Nehogy már! Úristen, de nézd meg milyen okosak! Ezek fejlődnek! Oké. Nem hiszem el. Nem hiszem el, hát hol van itt a dungeon? Vagy mi? Itt van! Úristen, megvan a csuda spawner! És még van egy! Semmi gond, visszamegyünk és kiütjük azt a spawnert. Itt van. Itt van. Itt, hol van? Itt van! Oké. Ne! Még mindig van! Ne szivassál már! Rozon, mennyit tettél ide? Uramisten! Oké. Srácok! Oké. Nagyon jó. Ezt a vödör
Na, hát ezt... Oké, lemerjük innen. Nem baj, amúgy jó szolgálatot tett, tehát szó se róla. De valahol még itt van egy spawner. Itt lesz? Nem, nem, nem itt van. Azt a csudimudi óját. Oké. Hol lehet még? Hol lehet még? Az Isten itt hol van még? Kellene egy ilyen spawner iránytű, ami megmutatja, hogy hol van. Ne, létszi, please. Nagyon sokan jönnek. Isten, de gyűlölöm ebbe a patkányokat. Oké. Hát persze, hogy kiütöm, és itt vannak mögötte. Aha. Nem hiszem el. Srácok, hagyjatok békén, please. Kérlek szépen benned. Teket. Nem hiszem el, még mindig van valahol spawner. Itt. Na jó, de ez... Itt nincsen semmi. Nem nyugszom, amíg még nem találom azt az egy darab spawnert még. Hol lehet? Hát hova tették? Isten itt, hát... Ez remek. Itt van amúgy az, amit keresek. Aha. Léci, patkányok. Úristen, hát nézzétek meg, hát nem normális az ilyen. Na jó, ennyi volt. Megörülök! Ezeket a patkányokat egyszerűen nem bírom elviselni. Úristen, mennyi van, és egyre több és több lesz, figyeld. Nézd meg, a saját csapdámba dőlök be! Pedig itt van amúgy ez a spawner. Vagy nem spawner, mi ez? Ez a cucc, amit én kerestem. Hagyjatok, please, please, please. Megzabálnak! Srácok, a patkányok iszonyat veszélyesek, soha ne kerüljetek össze patkányokkal. Please. Nézd meg, milyen okosak. Megint beleütnek a saját... Nem hiszem el, hát nem tudom befalazni, vagy ebbe... Jó, ennyi. Hát én ezt nem hiszem el, srácok. Hát konkrétan megölnek. Oké. Gyors leszek, mint a villám. Jaj, tényleg, persze. Hát... El is felejtettem, hogy... De nézd meg, mennyien vannak! Nézd, figyeld! Nem, nem bírok egyszerűen velük. Annyira sokan vannak, annyira nagyon sokan vannak, hogy nem lehet velük bírni. Oké. Okay. Csend, béke és nyugalom. Csend, béke és nyugalom. Itt vagyunk. Oké, okay. Most már nem támadhatnak meg. Jó, srácok, itt vagyunk. Hú, itt volt obszidián, ami szerintem rejt valamit. Ahogy gondoltam. Szóval nagyon félek, hogyha ezt kiütöm, ott lesznek a patkányok mögötte. De nem baj, most ki kell ütni. Mert meg akarom nézni, hogy mi van benne. Villámszórás! Oh my god! Oh my god! Éljém a hatalom! Na erre a varázspálcára most már nagyon fogok vigyázni. Hopp, hopp. Viszont magamat is meg tudom sebezni. Oh my god, srácok! Ez epic! Ez epic! Meghalsz, patkány! Hát ezzel magamat is megöltem mondjuk, de... Nem baj. Mert van most nagyon jó. Így, ez kellene inkább. Az a baj. Hajjá! Oh my god, ez nagyon menci! Nagyon menci. Na jó, srácok, szerintem 25-ös szintig jutottunk.
ez legyen ennyi elég. Effi, te most itt lemaradsz, jó? Már meg ne haragudjál, kicsi rókám. Vagy itt a gyümölcsös mellett. Kér. Oké. Okay. Így. Au, au, au. Nem ide tesszük, hanem ide. Egy sorba kell ezeket ültetni, különben nem fognak jól nőni. Tessék, itt van Effi, meg itt vagyok én, és szerintem eddig tartott az élő adás. Végül is szereztünk egy újabb varázspálcát, amire most már tényleg nagyon fogok vigyázni, mert ilyet tud, hogy hely... Ah! Bocsánat, Effi, ne haragudj! Na, mindenkinek köszönöm, aki itt volt és támogatta az élő adást, ha csak egy like-al, ha csak egy dislike-al, de itt volt, vagy esetleg donéttel. Köszönöm, hogy megnéztétek, vigyázzatok magatokra, és legyen szép hétvégétek. Sziasztok! Hello! Hello! Hello!